Békésen úszkál a Victoria ház akvaterráriumában a sóstózó két új lakója. A guyanai krokodil tejúkkal hazánkban jelenleg csak itt találkozhatnak a látogatók. Mivel a nyíregyházi állatkert jó viszony tápol más európai állatkerti tagokkal, ezért a két hüllő cserekkapcsolat keretén belül került sóstóra. Különleges krokodil tejúk érkeztek a nyíregyházi állatparkba, két egyed jött a másfél éves hím a párizsi állatkertből, a kifejlett nőstény pedig a juváli állatkertből érkezett hozzánk. Most még jelenleg külön kifutóban láthatók, itt mögöttem a Victoria ház akvaterrárium rendszerében, ennek az az oka, hogy a hím jelentősen kisebb a nősténytől, de terveink szerint a jövőben egy párt fognak majd alkotni. Mivel igen ritka és értékes állatról van szó, a gondozók remélik, hogy a jövőben a tenyésztésre is sor kerül majd. A fajta húsáért és a krokodilokhoz hasonló dekoratív bőréért nagy mértékben vadásszák, valamint az élőhelyei is eltűnőben vannak, ezért felkerült a Természetvédelmi Világszövetség vörös listájára. A természetben Dél-Amerika északi részén, Brazíliában, Kolumbiában, Peruban, Ekvádorban, a folyók, holtágak mentén, mocsaras területeken és időszakosan elöntött erdős területeken élnek. Nagyon különleges táplálkozású állatokról van szó, a természetben vízi csigákkal, kagylókkal, egyéb vízi puhatestőekkel táplálkoznak. A testfelépítésük is és a koponyájuknak, illetve az állkapcsuknak a felépítése is ehhez alkalmazkodott. A csigákat a szájuk hátsó részében tartják meg, és erőteljes rágó mozdulatokkal roppantják össze. Itt a kezemben is látható az ő napi takarmányuk, amit két naponta kapnak meg. Ez tenyésztett éti csigából, a hátcsigából, némi kagylóból, illetve koktélrágból áll. A krokodil tejuk, vagy angol elnevezéssel kajmángyíkok, nevüket a krokodilfélékhez hasonló bőrükről kapták. Testük leggyakrabban zöld színű, a fejük pedig élénk narancssárga. Hosszuk akár az 1,2 métert is elérheti, mely közel felét az oldalról lapított farkuk teszi ki. Ennek segítségével kiválóan tudják kormányozni magukat a vízben, mivel erősen vízhez kötött életmódot folytatnak.